Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön a következő videó, hogy megígértem, most a játék jutalmazási rendszeréről fogunk beszélni. Overwatch esetében kevés játéknál tapasztaltam olyat, mint amit az Overwatch is nyújt, és lényegesen fontos az, hogy mit nyújt egy játék jutalmazási rendszerben, mert lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy szerethetőbbé tegye ezt a játékot, és ugye ösztönösen egy tudat alatt szerethetővé tudja magát tenni egy játék. És az első ilyen játék, aminél ilyet tapasztaltam, hogy ilyen megerősítések vannak a játékban, hogy pozitív megerősítések vannak a játékban, hogy a játék igyekszik megdicsérni a jó mozdulatokat, és nem elúrni a kedvedet akkor, hogyha valami rossz mozdulatot csinálsz. És az első ilyen játék, aminél tapasztaltam, és ki is emeltem annál a videóba, ez a Titanfall volt. A Titanfallnak olyan nagyszerű visszajelzései voltak a játékos elé, ha valamit jól csináltál, hogy így még jobban akartad csinálni, hogy meghalld a legjobb dicséret, mert valahogy úgy volt beállítva a skálázás, hogyha nagyon jó voltál, akkor egyre-egyre jobb dicséreteket kaptál. Na most az Overwatch nem azt mondom, hogy így agyon dicsér, de hogyha csinálsz egy triple kill, double kill-t, ilyesmit, akkor azt elismeríted, bemondja, hogy double kill vagy triple kill, ha meghalsz és sokadik killstreakbe voltál, kiírja, hogy hanyadik killstreakbe voltál, és ez nagyszerű volt. Ez az, ami például már évek óta hiányzik azért a Call of Duty-ból. Nem tudod, hogy hol jársz, nem tudod, hogy hanyadik killstreaknél vagy, nem tudod, hogy mi lesz, hogyha eléred azt a killstreaket, nem mondanak egy pozitív visszajelzést, és ami a legszörnyűbb az egésznek, hogy például a Call of Duty-nál, hogyha veszít a csapatod, akkor benyögnek, mit tudom, például a Black Ops 3-ban, ez ilyen tipikus, I didn't sign up for this shit. Szóval magyarul nem erre szerződtettem, nem erre a szarra szerződtettem le, így benyögik a pálya végén, hát most érted, hogy játszottál, megtettél mindent a csapatodért, első helyen ki vagy, mert foglaltál, mert hogy lőttél, mert hogy kurva jó voltál, és a végén ugye hát nem jött össze úgy a csapatmunka, és veszítetek, és akkor ugye karaktered benyög egy ilyet, hogy egy didn't sign up for this shit. Nem csodálom, hogy az embereknek elmegy a kedve a játéktól, nem csodálom, hogy gyakorlatilag ugye nem akarják megvenni már ezt a játékot, mert olyan negatív visszajelzések jönnek a játéktól, hogyha a vesztes oldalon állsz, hogy ez hihetetlen. Nem, mint hogy a győztes oldalon állsz, akkor se túl sok valami jön be, de a Call of Duty ezen a téren mindig is rossz volt. A COD 4-ben legalább más nyelven beszéltek, szóval annyira nem értette, nem is angol volt, vagy de ilyet nem is mondtak, tehát valami olyasmit mondtak, hogy akkor majd legközelebb megpróbálj, vagy legközelebb sikerül, vagy valami ilyesmit, tehát egy másfajta megerősítés volt. Na most ezzel ellentétben az Overwatch nagyon ügyel a pozitív megerősítésre, nagyon ügyel arra, hogy ha meghalsz, akkor annyit mondta, hogy I'm gonna get back to the fight again. Ha például a Hanzo meghal, az nagyon, nagyon szimpatikus, tehát valami olyasmit mond, hogy kezdjük az egészet előről újra, tehát akkor Soldier 76, hát az mely, az kiborultam, ha meghal, és akkor újra megy, akkor azt mondja, I'm not a young man anymore, és akkor az annyit tesz, hogy nem vagyok már egy fiatal ember, akkor mit a Reinhardt, amikor neki megy a falnak kb. Ugyanezt mondja, amikor ugye shiftel. Szóval a karaktereknek ráadásul, azon kívül, hogy ezeket a szövegeket ültették a fejükbe, azon kívül még a hangsúlyozás is, ahogy mondják, tehát még azoknak is, akik fingjuk nincs a nyelvről, nem értik azt, amit mondanak, vagy például én nem értek japánul, amikor Kenzo Genji beszél, ugye Genjire kell ejteni, tehát ő beszél japánul, mint így meghalsz valamit, így mond japánul, fingom sincs, hogy mit mond, de olyan kellemes hangsúlyban mondja, vagy olyan hangsúlyban mondja, hogy ne hiszem neki, tök mindegy, hogy mi van. Szóval nagyon-nagyon-nagyon ügyeltek, és a hölgy karaktereknek is ez a jellemzője, tehát olyan hangsúlyban mondják, hogy kinek milyen személyiséget tudsz elképzelni, és nagyon-nagyon ki van dolgozva, úgyhogy egyrészt az, hogy hozzászokjuk a játékhoz, és hogy a kedvünket mindig fenntarts ez a játék, mert ez valahol tudat alatt is manipulálja az ember természetesen, de hogy a kedvünket fenntartsuk a játékhoz, egy kicsit figyeljünk oda,
tudatosan is arra, hogyha nem is érted, amit mondanak, csak a hangsúlyát ragad meg annak, amit mond, vagy amit hallatni akar a játék. És nagyon, és például az ultimate képességeknek is a lényege, tehát amikor így megcsinálja egy-két karakter az ultimate képességét, hozzátársít valami szöveget, tehát például a Farának az ulti, amikor Justice Rain from above, így kilöki, hogy a igazság, vagyis hát inkább úgy mondja, hogy igazság esik fölülről, tehát hogy gondol itt a rakétákra, valahogy így lehet ezt lefordítani, de az is annyira jól hangzik, amikor Hanzo előhívja a sárkányait, vagy amikor Genji bekapcsolja. Fingos sincs, hogy mit mond, de hogy jól hangzik, és az egésznek az a lényege, hogy akarj eljutni odáig, és akard meglépni azt az ultit, és a legjobb alkalomban akard meglépni ezt az ultit. Nagyon érdemes figyelni ezekre a kis apró dolgokra, még akkor is, hogyha nem érted, mert nagyon-nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megismerd a játékot. Nem beszélve az a napró tükről, hogy az ellenfélnél hallod ezeket a kiáltásokat, a harci kiáltásokat, akkor tudod, hogy milyen szinten kell védekezned, mert hogy van egy-kettő ulti, amit semmiképp sem tudsz kikerülni, hogy bele ne haj elsőre, és legalább felfigyelsz rájuk. Úgyhogy első egy ilyen második tippfélesség, hogy figyeljünk a hangokra, mert nagyon-nagyon-nagyon fontosak, és Overwatch-ban rettentő fontosnak érzékeltem azt a dolgot, hogy a hangoknak a tere, hogy honnan szólnak, és néha úgy tűnik, mintha a távolból szólna ilyen csata, meg kard, meg ilyesmi, valamilyen összezavaró, főleg egy sztereó fülhallgatón összezavaró ez, de annyiban figyeljetek oda, és lejjetek része, hogy ahol halljátok azt a hangok, és úgy érzitek, hogy mögöttetek van, és csodálkoztok, hogy hol a front, honnan a frontban jön a hang, hiszen mögöttetek van, lehet fel is tűnik néha nektek videóban, hogy felnézek jobbra-balra, mi a franc van, mert nem értem, hogy mi van, és hogyha így halljátok ezt a hangot, akkor az ott van, és közel jár az a hang, és az 90%-ig biztos, hogy az a hang az oldalsó útvonalra jön, úgyhogy fedezzétek le az oldalsó útvonalakat, mert olyan furcsán hangoznak a hangok, túl távolinak, olyan, mint hogyha a játéknak kiegészítené a csatahangokat, az eleve már a te fegyverednek a hangját, meg a társas fegyverednek az egész hangulatot, mint ha még kiegészíteni mellék csatahangokkal, mint egy direkt beleraktak volna egy ilyesmit, de valójában az nem az, valójában tényleg van ott a közeledben valami, és majdnem biztos, hogy az oldalsó útvonalakról jönnek, és ezt azért mondom, mert nincs sok más útvonal a játék, a pályák annyira lineárisak ebből a szempontból, nincs, tehát könnyedén megtalálod, hogy honnan jön a hangforrás, és figyelj oda a hangforrásra, és menj oda, és próbáld meg megtalálni ezt a hangforrás, mert pillanatok alatt, ha nem, akkor ki fog kötni a hátad mögött. A másik megoldás esetleg az, hogy megállsz, ahol a hangforrás vagy, meg kiválasztod magadnak az elbújt helyet, és kivárod, amíg az az illető megkerüli ott oldalt a dolgokat, és megpróbálja hátbelül a társadat, de addigra te már ott várod őt. Tehát ez is egy megoldás lehet, hogy egy kicsit figyeljünk a hangokra. A hangok minden játékban ebből szemben fontosak, és az Overwatch-nak nagyon jó hangjai vannak, mint pozitív megerősítés, visszajelzés, ha jól csinálsz, akkor nagyon megdicsér, ha nem csinálsz jól, akkor nem csüggeszt le, és ez nagyon fontos, és természetesen a fegyverhangok, a csata hangját, ahogy változik, arra érdemes figyelni. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó, nagyon köszönöm a figyelmeteket, akkor a következő részben fogunk beszélni arról, hogy mindegyik, hogyan álljunk hozzá a karakterválasztáshoz. Overwatch esetében természetesen, de más shooterek esetében is, hogyan álljunk hozzá ahhoz, hogy karaktereket válasszunk, esetleg fegyvereket válasszunk, és a többi, és a többi. Szóval erről fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! From my sight.
Szíleba? I've got you in my sights. Thanks. Let's try that again.